Jó reggelt, Vietnám! Sziasztok, gyerekek! Üdv a csatornán, képen jelentkezik az óranézős videóba. Nézzük az órát. Gyerekek, még csak délután 2 van. Bele kell húzni a dolgokba. Nagyon gyorsan elmondanék egy infót, hogy fogadtam a Ferikével, hogy ha nem ebben a részben, hanem a következő részben saját lábon elviszem a járművet, tehát kész lesz a jármű, és el tudom vinni saját lábon a boltig, akkor 5000 forintot fogok nyerni, amit felajánlottam ez előző részben, hogyha nem látta volna valaki, mert ezt közben mondtam, hogy kisorsolom, valahogy live-ba, vagy valahogy bedobunk Steam kulcsot. Majd megbeszéljük, hogy melyik játékot, lehet, hogy My Summer Car, lehet, hogy Seven Days to Die, igazából My Summer Car lenne szerintem a leginkább evidens, hogy azt kellene kisorsolni egyébként. Tamás haver, ő meg azt mondta, hogy állja a fogadás, tehát hogyha megnyerem, akkor ő is bedob 5000 forintot. Ezt nem tudom, mennyire komolyan gondolta, de ha komolyan gondolta, akkor 10000 forintot fogunk kisorsolni konkrétan Steam kulcsba, akkor, hogyha nekem sikerül megnyerni a fogadást, tehát a következő részben már tényleg? Úristen, a következő részben, gyerekek, a következő részben el tudok jutni a városig. Úgyhogy bazze, a következő részben? Számoljunk ma. Első részben volt az elmentünk a városba, második részben volt az, hogy csináltuk a motort. Harmadik részben volt az, hogy csináltuk a következő részben, úgyhogy akkor ebben a részben nagyon-nagyon bele kell húzni, gyerekek. Nagyon gyorsan, várjál már. Rájöttem közben, mindig így próbálok így gondolkodni, hogy ezt meg tudjam valósítani, gyerekek. Ebben a részben el kellene menni üzemanyagért, igen, el kell menni üzemanyagért, úgyhogy nagyon gyorsan. És a gifuval kellene bennünk, mert akkor tudnék valami munkát is vállalni még ráadásul. A turbo dieselnek kinyomjuk a szemét, gyerekek. Greta Thunberg izéni fog, sikítozni fog, forogni fog az ágyába, hogy jobban a turbo dieselnek. És köpi a füstöt. De ne tököljünk, hanem csináljuk már dolgokat, mert ebben nem lesz itt semmi. Nagyon-nagyon gyorsan kellene összeszórni a szuszokat. Gyerekek, gyorsan, hova kell berakni ezt az ülést? Júj, kapkodni. Jaj, várjál. Gyerekek. Most egy kicsit meg vagyok ijedve, mert nagyon közeledik a határidő. Miért nem akarja berakni? Rakd be, légy szíves, rakd be. Rakd be oda az ülést. Miért nem akarja berakni? Megőrülök. De egyébként ülés nélkül is elmehetnék ennyi erővel. Most ezt sikerült beraknom be ezzel. Na, gyerekek, egyre jobb le. Ott volt, gyerekek, ott volt. Hol van az izé a laptop táskám, gyerekek? Oké, aztán megnézzük akkor milyen. Hol kell, hányos méret, mi is oda van? Hol van az ülésnek a csavarja, gyerekek? Júj, nagy... Figyelj, ott meg milyen csavarok hiányoznak, he? 12-es, de bazze, én azokat meghúztam. Akkor kell egy 12-es, vagy egy 9-es kulcs. Srácok, mi a franc történik itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Ha? Mi ez? Kitekeredett a csavar? Hát én eleget... Tudti biztos, hogy beraktam, gyerekek. Hát nem emlékeztek rá? Hallod, mi a szar van, gyerekek? Mi a szar van? Nehogy már engem itt izé megszívasson a technology, basszus. Úristen! A következő részben kell ezt megcsinálnom, komolyan! Ez nagyon-nagyon szoros! A keeper gatyája meg nagyon-nagyon szoros. Most egy kicsit bekokkentettem, hogy ezt bukni fogom azt a pénzösszeget, gyerekek. Meg igazából nem csak ti, én bukom, mert hogyha én nyerek, akkor igazából nem én nyerek, hanem... akkor ti nyertek, viszont a bukok, én bukok. Na, ez a legjobb üzlet. Mi, srácok? Na, nagyon gyors. Basszus, nagyon gyorsan, basszus, nagyon gyors. Tényleg nagyon gyorsan. És azért próbálom tartani magam, hogy ilyen 1 óra, 1 óra 20-as részek maximum, jó? Szóval nem lesz az, hogy ilyen itt nagyon sokáig fogom dolgokat csinálni, várjál. Nem tudom, hogy ez hova megy, bazze, hova megy. Jó. Komolyan mondom, most lehet, hogy hülyének néztünk, de izgulok amiatt, hogy ez így összejöjjön, miért a francia nem megy bele, haj, de utálom ezt, gyerekek, miért nem megy bele, először kormányoztat kell, mi kell először, srácok, siessünk, nagyon-nagyon kapkodásiba kell lennünk, kormányoszlop, megy be helyére, légy szíves, megy be helyére, miért nem megy be újabban, nehogy már azt mondjátok, hogy nem jó sorrendben raktam, ott volt, bazi, ezt ezelőtt se vette be, de miért nem, oh lord, lehet, hogy a kormányösszekötőket kell először bepaszíroznom, ugye? Ilyenekkel elmegy az idős rácok, de egyébként olyan frusztrációban vagyok most, hogy... Jó, még egyszer megpróbálom, figyeld, kiugrik a... Na, valami legyen ma. A pixel vadászos...
Ides anyád szemébe, az megint előtte hallod valahol, azt tudom, hol van. Ja, akkor nem. És oda rivátkozzatok, hogy három hangerre el tudjuk menni, mert igazából... Figyelj, de! Ja, itt a Büszerfal testvérem. Én meg csak az óracsoportot akartam berakni. Jaj, jaj, bocsánat, kapkodás van. De most tényleg egy kicsit izgulok, meg nem? Megmondom őszintén, nem kicsit izgulok, hanem nagyon izgulok, hogy az jöjjön össze. Miért nem akarja berakni ezt a rohadt műszerfalat, gyerekek? Mi erre jön magam? Mondd, hogy rak be azt a műszerfalat a helyére. Kormányoszlop kell össze, vagy mi kell össze? Új, igen, és megígértem, hogy nem nézek róla videót. Mert szerintem az úgy csalás lett volna, aztán egy kicsit lehet, hogy egy kicsit ez magas labda, hogy mármint ilyen nagy könnyítés, hogy én nem nézek róla videót annak, aki el akar verni. Várjátok, ez hány, milyen? Mindegy, hogy milyen fél tengely. Srácok, bazzer, nagyon izgulok képer. Most is ez például miért nem akar bemenni? Miért nem megy be a fél tengely helyére? Jaj, ne! Jaj, ne! Miért nem megy be, bazzer, a fél tengely helyére? Srácok, miért nem megy be a fejtegely helyre? Hm? Miért nem? Hát ide kéne jönni valahova, vagy valami, mi a hátsó kerekes? Nem láttam kardán tengelyt. Be vagyunk. Jézus Isten, most már érzem, hogy baj lesz itt, gyerekek. Miért nem megy be a fejtegely helyére? Már mondja meg valakivel, mindjárt eljön magam, most ez halál komolyan. Jézus Isten! Nem akar beakadni a fétegei helyére. Mi történt? El vagyok átkozva, úristen, gyerekek. Nem akar beveri semmi a helyére. Nézzük meg az éket. Kormány összekötő. Mondd, hogy be vagy. Várja, meg hiányzik itt dolog. Úristen, egy csomó ide hiányzik! Pánik van! Komolyan most nagyon pánik van. Üze vagyok, pup. Az mondjuk most nem, de én itt láttam valamit. Várja, álljál meg. Kuplunk főtengely. Egy munkahenger, vagy mi volt ez? Kuplunk főtengely, az anyád, úristenem az. Jézus, úristened, most nagyon para van. Jó, végre valami a helyére ugrott, bazza. Hallod? Végre valami a helyére ugrott, és pont ez a kulcs kell hozzá. Hát én bazza, rendesen izé van. Most rendesen pánikba vagyok. Komolyan. Mindenféle túlzás nélkül is látszok. Bazza, ide miköl? Oda valamit szerelni kell. Azt a betyár úristenért. Vagy ez fake munkahenger volt? Mert most én az olyan pánikban vagyok, hogy nem figyelek. Ez nagy probléma. Az mi? Üzemanyag szűrő. Jézus Isten, hogy ez ennyi alkatrészből áll. Váltó! Váltó rúzazott. Hát menjetek a tökönbe! Hát már majd mi nem kéne itten nekünk. Jaj, édes Istenem, kipufogó. Kipufogócsónk hol van? Azt mondjátok, nincs kipufogócsónk, mert akkor... Ja, az benn van már. Üzemanyag cső... Jaj. Kipör most egy kicsit bepánikolt, de nagyon durván. Tényleg. A féltengely miért nem megy be helyére, azt nem tudom. Megpróbáljuk ezeket. Az a gond, hogy ez ugyan az lenne jó, hogyha betolnám a Verdát, aztán itt most már azért alá kéne feküdni. Miért nem megy be a kormányrúd? Az miért nem megy be, gyerekek? Ezt is... Mit kössek össze még, basszus? Nem jó ez nekünk, basszus? Jóó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 
kormányrudat. Meg ráadásul pixelvadászat van, kapkodjási van. Nem tudom, hogy... Az a jobb eleje, ugye? De miért nem megy be akkor? Miért nem mennek be az alkatrészek, gyerekek? Mi történik itt? Mi folyik egy gyöngyösen? El vagyok izolva, el vagyok vezve. Rohadt ideges vagyok, gyerekek, komolyan. Ezt nem tudom, hogy rápattintani itt. Nem. Semmit nem lehet? Miért nem lehet semmit? Ezt meg tedd be a kesztyűtartót, basszus. Miért nem lehet semmit? Mi történik itt? Be vagyok izé... Jaj, de... Fasza. Ez most miért tört ki, gyerekek? Ez most... Ennek most... Ez fogadjunk papírforma volt, hogy ennek ki kellett törnie. Hát a szeme álljon meg a készítőnek, hogy berakod a izét a szélvédőt, ez kitörik, hogy berakod a... Legalább így be fog hajolni, valahogy nagyon laza vagyok. Öcsém, mi folyik így gyöngyösön, gyerekek? Azért a szeme álljon meg tényleg annak, aki ezt kitalálta.
Figyeljetek, igazából kormány nélkül is el tudok menni, csak mindig egyenesen kell vennem. Meg így odébb lököröm az autót. Lehet ilyet? Lehet. Lehet, hogy nem. Bazza, itt a szélvédő. Ne szab... Berobbant szélvédő. De aranyos vagy. Berobbant a semmitől. Tök jó, de megcsináltuk. Jó, ez is benne van. Ott van a kettő csavar. Két csavar fogja az egész hóbelebancot. És azt szerintem... Gondoltam, hogy hatosnak írja, mert én látom rajta, hogy ez csavarhúzós. Igen, tudom, szomjasok vagyunk, vagy mi az, éhesek, szomjasok, minden bajunk van. Kipőnek olyan minden baj van egyébként, tiszta depibe vagyok. És ott már megint milyen csavar... Ja jó, oké, már megnyugodtam, tudom milyen csavarok. Oda köl valami. Meg ilyen macska szarnyi csavarok, érted? De most ez meg miért nem? Hát a szeme rájön, meg miért nem? Mi van? Tényleg, jaj, azt hittem, hogy csavarhúzó. Hú, kapkodás van, igen. El fogjuk bukni, mi gyerekek? El fogjuk bukni. Feriket szerintem elő, tudom, röhög, basszus. Csavar gyorsabban légy szíves. Egy darab csavar volt, nem kettő alatta van, na várjál. Hát hogy ne. Pixelvadászat. Gyerekek, ezt ilyen 640-szer 480-ban nem is tette játszani, mert nem találnád meg az alkatrészek. Jó, szélvédő az edurrant, legalább jobban kilátunk. No problemo. Így akartam. Na most azt próbáljuk meg berakni ezt a kormányrudat. Remélem, hogy most már beugrik a helyre. Jaj, de ez is valami, de... Pixel vadászat megint. Figyeljetek el, megteszek mindent, próbálkozok. Nem jó, ennél jobban bazzer nem tudnám berakni, hallod? Elakadás jelző, egy kutya tökém. Most mi van? Ura, miért nem rakja be, gyerekek? Valaki segéljen, bazzer, miért nem rakja be? Miért oda ledobja, érted a földre? Hú, bazzer. És miért nem rakja ezt be? Na. Nem bazzer, nem rakja be. Miért nem? Igen, betolom én ezt a Veldert. Megnézzük alulról, hogy mi van itt. Kezdem elveszíteni a... Nem a türelmem, meg a, nincsen semmi gond. Csak az, hogy... Most miért nem veszed fel azt? Mi van? Miért nem fogta meg csak a végét? Végét nem tudja megfogni? Így viszem ki keresztbe az ajtó, gyerekek. Na, próbáljuk meg belökni. Jaj, srácok, baj van, a keepernek problémája van. Jaj, gurulj, mi volt ez? Gurogja. Íj, hát az lehet, hogy nem sikerült. Az igen jó lesz akkor. Mi van? Ilyen... Na. Jó van. Küzd a keeper. Hát egyre jobban, mint ez a disznó jégen. De nem nagyon sikerülnek a dolgok, bába úgy látom. De, ja, mert a kormány az meg össze-vissza megy, bá. Hát ez nagyon csodálatos. De várjál, legalább rálátok erre valamire. Jaj, de jó. De ne fordulj vissza, bazz, Eris, eddig jó voltál. Jaj, és hogy ihetne, hogy basszál ki vele. Ó, te Isten, mi van itt, gyerekek? Féltengelyek is, aztán nehogy már bemenjenek a helyére, de miért nem mennek be? És ez halál komoly, ezt kizárt dolog, mert nem tudom. Miért nem megy be a féltengely, ha? Srácok, valami nagy baj van, én érzem. Srácok, nagy a baj. Nagy a baj, be fogunk cumizni, az lesz a baj. Váltó. De kéne a váltó rúzdozat is, ugye? Én hiába rakom be a váltót. Mert ugye ez nem úgy van meg dalada, hogy itt van alattunk. Na, végre valami történt megint.
És jó csavar van nálunk, jaj, de jó. Be van a váltó. Nem tudom, hogy a kormány az miért nem akar beugrani a helyére. Nem értem. Ja. Csúra jó gyerekek. Nézzük, mit akartam. Volt egy váltórudozatom, csak hol? Ez akkor csoda. De jó. De jó gyerekek, nagyon jó. Mondom, mindegy, hogy rakom, az beugrik igazából. Tök mindegy, hogy forgatom el. Nem azon fog múlani az, az egész. Egy csonyi. Kicsi stresszes ez a dolog, máma! A keeper bukta! A lóvéját, na! Hoppá! Ez a pixel varázslat ne lenne, öcsém! Jaj, de jó! Ott van a ló, oda megy bele, oda nézi! Hogy a szeme álljon meg a készítő. Ötös csavar, ötös csavarok. Lehet, hogy a féltengely miatt nem ment, biztos van egy sorrend, bazz a gyerekek, én meg itten szenvedésibe vagyok. Hát jaj, így nem kell tologatnom ezt a kocsit, arra már tök egyelőre rájöttünk. Mi az? Ott van három csavar, igen. Igen, és ide kéne jönni a féltengelynek is, látod, ott a lehajtása. De nagyon nem akar oda jönni. Jó, a váltó legalább benn van úgy, ahogy. Milyen csavarok? Igen. Ja, ott az, szerintem az fékcső, ugye? De hát nem azzal kéne foglalkozni. Nem értem a féltengelyek, miért nem ugranak be helyre. Hogy az, azzal mi a túros répa van. Az ennél jobb. Nem tudom, hogy hova kell bepixelelni. Ez a cudar világban, srácok. Ebből ezt tudtam kihozni. És akkor itt ten idő. Ketethetek vaza reggelig. Olyan hosszúnak tűnik egyébként ez a féltengely, mint az istennyira. Ez megy be egyébként, ugye így menne. De hát ennek be kéne mennie, de miért nem megy be gyerekek? Mondjátok már meg. Ennek basszus, ennek be kéne oda menni, de egyszer nem látom, hogy fölvillanna az a... Ez halál komoly, ez nem tudom miért nem működik. Ez a mi a pecs van? Fú, várjál, üljünk be a kocsiba, váltani már tudunk, vagy valami? Ezt kirakom innen. Nem igen akar váltani, gondolom kuplunk nincsen. Srácok. Az atya valaga, az anyja valaga, mit csináljunk? Most már tényleg meg vagyok lőve. Tényleg, nagyon durván. Föl kéne elmenni a elejét, azzal is szenvedjek. Az a baj, hogy az is idő. Ez mind idő. Mi ez? Üzemanyag pumpa. Nézzük meg, mik vannak nekünk itt még. Break. Itt van a fake munkahengár. Akkor az tényleg a kuplunknak a ideje volt? Fékcsövek. Oké. Okay. Gyújtás elosztó. Ez mi? Kábelkötek. Te Isten, azt se tudom hova kell. Kuplungcsövek. Na, a kuplungcsöveket be tudjuk rakni szerintem, mert azt úgy láttam, hogy az hova megy, ugye? Akkor az tényleg a kuplunknak a munkahengere volt. Valahol ide kellene megint besúvasztani. Jó, csoda történt. Fú, bazze, azért... Tényleg azért az ember nézne erről a videót, akkor azért tudná, hogy mi az túros rétes van. Hetes csavar kell. Ja, már nagyon szomjasak vagyunk, úgyhogy milyen megyek beinni egyet. Holnapi nap egyébként el kellene menni a városba, mert benzin nélkül nem igen fogunk tudni semmit csinálni. De holnapig ki kéne húzni azért. A fáradtságunk az jó, az a lényeg, hogy jó este lefekszünk, akkor másnap már úgy ébredünk, hogy jó lesz az nekünk, addig eszek valamit. Oké, stresszesek vagyunk, ja. Egy bagarettát eszivunk.
Meg mi kellene? Vizelet az jó, nem számít. Igen, pont jókor szívjuk ezt a bagarettát, mert nagyon stresszesek voltunk. Ja, hát nem csoda, egyébként valóságban is stresszes vagyok, esküszöm. Igen, nappal elmegyünk, kiszippatjuk azt a valamit, azért kapunk pénzt. És akkor abból esetleg, nem tudom, hogyha maradék olyan dolog van, amit nem tudtunk megvenni, akkor azt meg tudjuk venni. Hát a következő részben oda kell érnünk a városba, mert különben baj lesz. És még konkrétan el se indítottuk az autót, meg azt se tudjuk, hogy kell. Meg hogy kell bevezetékelni, meg nincs benzinünk, meg fú. Jó. Oké, srácok, semmi baj. Oké, azt előttük. Megcsináltunk mindent? Nem, mert itten voltak dolgok, azt láttam, hogy igen, ezt be kell kötni. És ez mi ez a kettő csavar? Azt is be kell csavarnom? Érdekes. Ennek van, ebben kell folyadék is, basszus. Aha, most már lesz kuplungunk. Elvileg most már kell tudnunk váltani is, ugye? Ez a kettő, ez milyen? Vagy miért nem akarja azt? A rohadt közét nézegeti. 8-as. Ez nem 8-as, ami nálunk van? Oké, ez akkor megvan. Csörög a telefonunk, gyorsan fölve kapom. Lóri vagyok. Hello, szevasz. Jaj, basszus. Na. Gyere, pumpáld ki. Oké, tele van szarral. Ó, másik izé? Másik szaros? Üríts ki az emésztőt. Kettő emésztő ürítés is van. Az jó, de nekünk a városba kell mennünk mindenképp, úgyhogy az problém. Meg kell próbálni megint azt, hogy tudunk-e váltani. És nem tudunk váltani, de why? Ja, mert nincs ebben folyadék, lehet, hogy azért, ugye? Egyelőre folyadékot nem töltök bele, mert amúgy is meg vagyunk lőve keményen. Jó, akkor, ami még kellene, hát az a fétengelyek kellenének, de nem tudom, hogy mi a szarja, nem akar bemenni. A kormányrúd nem tudom, miért nem ugrik be a helyére. Jó, rakjuk a fék munkaengert is be. Azt is aztán, hogy hova, valahova ide kell rakni, biztos megvan a helye. Gondolom a fékpedál környékére valahova, ide valahova. Ez is van aztán. Pixelvadászat induli van. Jaj, srácok. Majd mindig megtréfál az a valami. De miért nem akarja berakni? Megőrülök. Forgassuk. Oh! Ezzel megy egyébként el az idő. Egy pixelvadászatot játsszuk az ember. Hát tudod, és lehet, hogy a féltengelyek is bemennének, csak akkora szopás, hogy nem... egy... És megint érted, az előbb mutatta, és megint be az... sehol hallod. Ne szórakozzál velem! Jaj, gyerekek! Ne szívasson meg ez a játék! Ne kezdjünk résbe! Oda kell belemenni, ott van a luk. Srácok. Ide kéne belemenni, és nem! És figyeld! És figyeld! Szivatnak anyám, stop! Oda nézz! Pixelvadászat. Sú, gyerekek, miért? Egyébként ezzel kell, ez miért van? Én ezzel nem tudok megbékélni komolyan, hogy a készítő nem tudott egy normál... Én elhiszem, hogy szar az engine, meg minden szar, de... Figyeld. Oda. Itt, ez előbb itt volt, figyeld. Ilyen hülye voltam, az nem oda rakta. Jó, van mindegy, várjál. Oda rakta a másik mellé. Azt a betyár Sanyi. A világ összeomlik bennem, gyerekek. Az mi az belül? Aha. Ez jó, mert ez 9-es pont. És kellenek fékcsövek is, ugye? Adan... Nem azt akarom zsavargatni, hanem a csavart. Édes Isten, mennyi csavart, gyerekek. Nem ér el odáig, de miért nem ér el odáig?
Ne szívassa a testvérem. Innen elér? Onnan meg nem? De jó. Nem, itt volt egy pont, ahol látta. Ah, nem is ott. Aha, jó. Oké, az meg hányas? Az egy 9-es. Hű, gyerekek, rendesen izébe vagyok, stresszben vagy. Egy részünk van ám ezen kívül. 9-es volt? Nem is emlékszem, már annyira izé kapkod a keeper. De legalább van motiváció, ugye? Mocskos anyagiak. Oké, srácok, jó. És valószínűleg mindig nem fog bemenni a kormányú, de nem tudom elképzelni, hogy why no. Why not? Nincsenek benne még a műszerek, azt külön kell beleszerelgetnem, de jó. Ott hiányzik egy műszer, nem tudom melyik. Talán a... fordulatszámmérő, vagy mi az? De igen, a kormányoszlop, gyerekek, az még mindig miért nem? Hm? Ezt már meg... Ez miért nem megy bele? De srácok, most ez halál komoly. Ez miért nem ugrik a helyére? Miért nem? Ezt nem tudom elképzelni. Hogy ez miért nem megy be a helyére? Miért? Mi történik? Mit csinálok rosszul itt? Ez nem megy be. Föl kéne emelni egyébként, onnan nagyon agyalok. Hogy fel kellene emelnem. A kipufogó rendszert is alárakni. Úr, édes Istenem. Várja, volt nekünk egy ilyen... Ez egy rendes óra? Lesz a kocsiba óránk? Ez tényleg? És ezt be tudjuk állítani? Ez egy óra, gyerekek. Ez sima óra. Ez egy vekkel. Ez aztán nagyon fontos most ezt beraknom, nem srácok? Nagyon nem fontos. Jó. Csomó mindent nem értek, hogy miért nem akar bemenni a helyére. Tényleg. De nagyon nem értem. Föl nem foghatom. Nézzük, mi van itt. Üzemanyag pump. Pump. Üzemanyag pump. Ez megint aztán hova? De ennek amire megtalálom a helyét, arra tudja, hogy le fog menni a nap. Ez valahogy a karburátor környékére kellene, hogy menjen, ugye? Legalábbis az egyik fele. Szaúdziher. De nyilván nem fog. Nyilván szopóág lesz. Hopp, ott nem mutatta? Mint hogyha lett volna egy pont, ahol mutatta, de lehet, hogy itt csak a fényszórók. Az Isten tudja, hol van a trigger pontja. Az mi volt az a csatlakozó? Itt beláttam. Odani, ott van egy vezeték csatlakozó. Hát az anyád úristene. Jaj, Istenem. Hát előre félekedted egész a gyerekek. Ez meg hogy megint nem megy be sehova. Közben csokargatom a kupakokat. A tüzemanyag rendszer nélkül nem hiszem, hogy fog, csak nem is biztos, hogy ez, de várja. Itt vannak a csavarok, ezen a részét, egy csavar. Úgyhogy valami csap, de valami csap, hova mehet ez, gyerekek, hova mehet? Hát ez valahogy rá kéne jönni. Ez valószínű, hogy a izére fog felmenni. Valahova. A homlok falra. És akkor így kanyarodik vissza a karburátorhoz. Ez valahogy így mehet szerintem. Hát igazából ez. Vagy pedig föl... Hova megy az AC pumpa, gyerekek? Segéljetek már meg ki. Oda bazze! Jól van, kiköllött matekóni keményen. Fű, babáim a szurba, a kipőr mehet a kultúrba, hogyha ezt megoldja. Ha ezt megoldom, akkor várva Valhalla, gyerekek, komolyan. Pihenek egy hetet ezután, hogyha ezt így összeraktam, most utána megy a turing tovább, srácok, komolyan mondom, mert
A képen rendesen el vagyok alélva. Jó, üzemanyag pampa ben van, üzemanyag pompa, és ez megint innen nem lássa. Le kell menni ide kutyába, gyerekek. Jó, megvan az üzemanyagpumpa. Remélem, ilyen légtelenítani, meg ilyen hülyeségeket nem kell, mert akkor biztos, hogy befélelünk. Jó, fáradtak vagyunk, nem baj. Más problémánk azért annyira drasztikus nincs. Nézzük tovább, hogy mi az, amit tudunk pakolni be ezerrel. Van nekünk fékcsövek, az is biztos kéne. Van nekünk kipufogónk, van nekünk vízcsövek. Meg van nekünk egy üzemanyagszűrőnk. Jaj, de jó, nagyon jó. Hát ez megint fogalmam sincs, ez hogy fog működni. Na figyeljetek, rakjuk fel a tankot, nem? Aztán akkor... ez mi? Üzemanyagcső. Jó, ez megy ugye a töltőnyillástól bele a tankba. Oké, a tank nyilván hátul. Nem hiszem el, hogy pont ráhibáztunk. Aztán menj! Menj az anyádba, mennyi csavarba, az az 11-es. Jó, gyerekek, nem tudom, lehet, hogy nem vagyok túl szórakoztató, de nagyon izgi-bizgi vagyok. Izgulok, mint az állat, halljátok, komolyan. Esküszöm, hogy rohadtul izgulok. Vontató horog. Még így leírva se láttam, csak vonóhorogként. Azt lehet, hogy tényleg vontató horognak. A hivatalos neve. Az mi ott? 12, van ott egy 12-es csavar. De szerintem az lehet, hogy az üzemanyag cső csatlakozási lesz. Mármint ami megy előre. Van egy olyan sanda gyanúm. Figyeljetek, az a lényeg, el kell oda jutnom. Most fék nélkül lehet menni, nem? Igaz, kicsit kellemetlen lesz, így bevágódok a bolthoz az vagy a következő rész végén. Igen, ezt nem. Ezt kellene. Ezt úgy nagyjából tudjuk, hol kell. Ennyi minden kacat kölmék, hát ez anyád úristen. Na, ez biztos ide valahova. Pixelvadászat indul. Egyébként ez a pixelvadászat nem lenne, akkor egész jó haladnánk szerintem, de ez több, mint borzalom. Ennek ugye így kellene lenni, hogy így. Konkrétan itt kéne lenni. Ne! Majdnem meg volt, baza. Jó, ennek nincs is ízeje, csavarja, de jó. Na, az ilyet szeretjük. Oké, akkor üzemanyag cső kellene, vagy valami ilyesmi. Fú, basszus. Ez az? Nem, ez a fékcső. Volt nekünk. Baza, egy kézi fékünk is van. Hogy a szeme álljon meg. Várja, volt egy üzemanyag pumpánk, azt már kivittem. És akkor az jó lesz. Azt szerintem akkor az össze fog fonódni itt a dolgokkal. Én az a sanda gyanúm, hogy ezért lenne jó alá látni. És tudom, agyalok, hogy ez hogy van, és meddig jön el. Fű, basz. Nagyon-nagyon meg vagyok lőve, gyerekek. Nagyon kapkodós a helyzet. Az a fedlap sincs a helyén, tudod, várja. Csináljunk egy emelést. Meg kéne csinálni lassan egy alvást is majd. Hát ez mennyit emel egyébként ez a koki-boki? Valaki tudja? Ennyi? Szórakozzál velem. Ja, várjál, ez tekernyikő. Az jó. Csak ez most nagyon nem jó helyen van. De ezt kattogatni kell? Hát ez nem fogja felemelni. Ez mindjárt kinyúlik. Leugrik? Ennyi volt a max? Ez volt értelme. Ilyenkor ezek nem tud lejje feküdni jobban a karakter. Na, azt akarom megnézni, hogy hol van itt az üzemanyag tartály, azt abból valami is kisilabizálunk. Itt ilyen vezeték megy? Itt megy egy vezeték, látod? Ott megy valami vezeték. De az lehet, hogy akkor az a tankból üzemanyag vezeték. Akkor előre kéne valahova az... Most ez az üzemanyagszűrő, most lehet, hogy hülyének néztek, de most például a Venton itt volt elő, de konkrétan a legelején. Amúgy cseréltem üzemanyagszűrőt,
Az van az autón, hát. De ezt is valahova fel kell fogadni. De hol van anyámba? Most akkor pixel vadászkodjunk megint. Igazából megtalálnám a helyét, hogy hova kell fogadni. Ezért ugye, hogyha videót nézze az ember, akkor legalább ilyen alap dolgokkal tisztában lenne, nem itten ketetne. Azok komolyan ott vezetékek jönnek? Te édes Isten, a vezetékel is az hogy fog menni? Azt se tudom, hogyan kell. Hova az anyádban jön a üzemanyag szűrő gyerekek? Hova? Ott volt baza. Jézus úristen. Hát a szeme álljon meg a készítőnek. A kánya mondja a szemeinek, hogy csecsebogyó baza. A kánya mondja a szemeinek, hogy csecsebogyó. Megvan az üzemanyag szűrőnk. Szerintem az üzemanyag rendszerünk az konkrétan most fullos, nem? Szerintem így végig van húzva. Ugye üzemanyag szűrő, üzemanyag pumpa, és akkor szerintem be van vezetékelve minden. Mert ide, itt látod, ide jön, a pumpába jön. Üzemanyag szűrőtől jön az üzemanyag pumpába, és akkor onnan megy fel a karbiba. Úgyhogy üzemanyag rendszer szerintem az nyíl. Az nyíl. Mi az, ami nem nyíl? Mi az, figyeljetek, kicsit rendszerezünk, aztán lassan alszunk, mert rohadt izé lesz. Rohadt, hát mondjuk az a baj, hogy sötétbe kell aludni, ugye ezt beszéltük meg. Van nekünk egy kormány összekötőnk, van kettő féltengelyünk. Van egy óránk, ami le van szarva, meg ez is le van szarva. Kormány az legyen bele, az oké, okay. Azt aláírom. Itt is van... Ez mi? A pöcs. Ja, ez kipufogó? Kipufogócső. Jó. Van egy kipufogócső, meg van még egy féltengelyünk, ami szintén nem akar bemenni a helyére. De lehet, hogy csak pixelvadászkodni kell. Ja nem, ez nem, ez kormány összekötő. Nem is tudom, hol van a másik féltengely. Itt van-e. Meg itt van még egy kormány összekötő. És egyszerűen ezt én nem tudom megérteni, hogy miért nem. Annyit meg tudtok csinálni, hogy segítetek? Olyanokat hanyagolok, amit nem sikerül beraknom, hanem inkább legyen az, hogy hú, ezeket a fékcsöveket, ezt hova kell raknom? Ez egyesével fogja berakni? Srácok. Ez is bazám. Hogy most ezt egyesével kell leberakni, vagy nyolcasával, vagy egyszerre bedobja mindet, hogyha rárakom a munkafő fékhenger csodára. De nem hiszem, látod, megint nincs semmi. De ide például most ezt miért nem akarja? Várja, messziről. Vagy ezt szét kell bontani? Darabokra? Hogy egyben van az egész? Ott volt. Ja, berakja az összeset egyszerre. Hát akkor ez lótúró. Jó, mázling van, úgy látom. Hányas csavar, vagy valami csavar esetleg meg suksz, hetes. Jó, oké, az viszont jó, berakta az összes fékizét csövet. Azért az elég epic volt, az elég OP volt. De van mindenhol is, úgyhogy ezeket meg kell húzingálnom. Jó, valahogy stílőnek. Jaj, bazz, ennél összeszedetlenem gameplayt szerintem még soha nem csináltam. És ott is van egy, ez mi? 12, nem baj, meghúzzuk akármi is. Még ott van valami. Jó, új basszus, mennyi csavar, te édes Isten, ezt húzingáljon. Ugye ezek a izére mennek. Ez még a... Ja. Még azt nem raktam föl. Ugye az üzemanyag szűrőt, hanem csak bepattintottam a helyére, azt örültem magamnak.
Csak tényleg nehogy az legyen, Ferika azt mondta, hogy képes a készítő arra, hogy mivel az egy dugó rossz, akkor majd így menet közben így felrobban a motor. Az úgy akkor izgi lesz, srácok. Odani, mennyi csavar, meg minden, te Isten, hallod? És még azt mondta, hogy kevés csavar lesz. Hát nem, gyerekek, nem kevés. Rohadt sok, hogy a szeme álljon meg a készítőnek. És ugye össze kell az összes csövet így izelgetni, csavarozgatni, ne forjon. De nagyon bízom benne, hogy nem kell légteleníteni, de én kinézem ebből a készítőből, hogy légteleníteni is kell majd ezt a rendszert. Max levegős fékrendszerre megyünk, nem tökölhetünk, nem lehet. Nem húzhatjuk az időt semennyire. A kormánymű miért nem megy be, meg a féltengelyek? Na ezzel nem vagyok kibékülve, ott lehet, hogy valami nagyon nagy hülyeséget csinálok, ez nem, és ez miért nem akar megcsavarodni? Ezt se értem, úgyhogy most így beszálltunk. Ez miért nem csavarodik? Ott hiányzik még valami basszus, de mi hiányzik? Mi hiányzik, gyerekek? Mondjátok meg nekem. Mondjátok meg a papának, mi hiányzik ebből még? 12-es, vagy nem 12-es van nálam? Én úgy emlékeztem. Ja, de hülye vagyok, nem 12-es. Azt szerintem az üzemanyag vezeték lesz. Okay. Jó, szuper, akkor most mi a helyzet még, gyerekek? Jók vagyunk. Nézzük, hogy mi az, ami még kellene. Ja, amúgy kéne egy aksi. De ugye az vettünk zsírújat. Be kéne kábelezni nagyjából. Kábelköteg, égősor az nem kell, rádió, leszarom, komolyan mondom, leszarom azt a rádiót. Tényleg azokat rakjuk, amiket így nagyjából tudunk. Bár ezt, hogy hova megy a gyújtótrafó, azt ne kérdezzétek, megint pixelvadászkodunk. Ez szerintem egyébként ide kéne mennie. Oda megy a gyújtótrafó, ott, aha, jól gondoltam. 8-as csavar, nézd meg ekkora lósztja a csavar, aztán 8-asnak írja. De előbb meg 12-es kellett arra a pici kis anyára. És a kábel, mit beszélsz Keeper? A gyertyákon rajta is vannak a gyertyapipák, nem kell semmit? Na, jó, oké, eddig egész jó, ugye? Mondhatjuk, ja, a hűtőrendszert is be kéne dobni. Akkor megvan a... Nézzük azt a kábelköteget, azt nem értem. És azon jó lenne gyorsan túl lenni, srácok. Hol volt? Volt, hogy itt volt. Ez, gyerekek, hogy ez hol kell. Egyébként itt láttam egy kábelcsonkot, ott. Látod? Ott jön ki. Nem-e oda kell? De közelről fogtam meg. Maxi távolról kell. Igen, és jól gondoltam. Ott volt, ott láttam egy üzét, kábelköteget. És akkor fel is csettintette? Várjál, most ez mi? Leesett? Gyerekeket szerintem valahol leesett. Vagy bekötötte? Hát azt hiszem álljon meg. Szerintem ez leesett a földre, basszus, nem? Itt van-e? LOL. Itt a biztosíték tábla, aha. Persze, tűnj, me, á. Irányítás, 100 gombbal gyerekekkel irányítanod, az brutál egyébként. És ez mindenféle túlzás nélkül. De most miért megyünk innen? Hallod, amikor bejön az a nyíl, akkor fogja, aztán kivisz minket ez a kamera. Tényleg. Jaj, leesik, bassza, ez is úgy viselkedik. Szétköszedni, vagy mit kell? Ezeket nem értem. Ezeket nem értem. Na jó, oké. Okay. Ezt se tudja a Keeper. Viszont kezd sötétedni. Még esetleg kipufogódobb kézifék. Egyébként kézifék, basszus, az bovdenes, ugye? Hogyha más nem lesz, akkor kéziféket tudunk megállni. Úgyhogy, ha nagyon nagy szarba vagyunk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy kéziféket berántjuk. Ott csatlakozik a bovdán, jaj de jó. És mázzunk, van per pont jó kulcs. Viszont a féltengelyek nélkül sehova nem fogunk menni, benzin nélkül sehova nem fogunk menni.
Úgyhogy ezekkel kell kezdeni valamit, gyerekek. Jó. Oké, és kacok. Na. Egyébként lehet, hogy nem fogok szippantózni. Ez van egy olyan érzés. Ötös ku! Ötös! Ötössel, persze. Jó, de ez egyessel, te. Jó, ezt az egyet behúzom, aztán megyünk aludni, meg megyünk a városba, az még talán belefér. Nem nagyon akarok hosszú részeket, de viszont azért egy ilyen egy órások minimum szoktak lenni ezek a Mindsummer-károk, szóval viszont annyira könnyíteni se akarok azon, hogy ne legyen olyan egyszerű. Jó, oké, és kacok. Hogyha túl korán kerünk, akkor meg fogjuk aztán még szerelünk. Bár nagyon sokat nem fogunk látni. Mondjuk a hűtőt, ezt be tudjuk szerelni. Jó, skacok, menjünk aludni. Úgy fogok aludni, hogy felkapcsolom a villanyt is. Viszont sisakba kell majd vezetnünk, mivel betört a szélvédő. Egyszerűen... Halljátok, nem tudok figyelni arra, hogy mit beszélnek. Úgyhogy, so sorry, hogyha... nagyon kell húgyoznunk. Sőt, minden bajunk van. Jó, ezt lekapcsoljuk. Nézzük meg, mennyi idő van. Bazd, 8 óra? Eddig aludtunk? Nagyon gyorsan, szomjúság, pisi... Aztán befisilunk, akkor mi van? Semmi, nem? Gyorsan még berántunk egy kis vizet. Aztán pisilunk az zuhany alatt. Számlákat sem nézem, meg semmire nincs idő, srácok. Oké, majd útközben cigizünk. Megeszünk. Van chips a kocsiba. Úgyhogy indulunk is. A kannát azt elraktam, de viszont lehet, hogy nem a szippantóval megyek. A parázok tőle, nem nagyon tudom azt, hogy kell vezetni. Inkább lehet, hogy a furgonnal veretünk nagyon gyorsan, az jó gyors is. Idő hiányba szenvedünk, gyerekek. Ez meg basszus a pisilést, így meg kell nyomni a végén egy kicsit, mert különben nem jön ki az összes. Szóval komolyan, mint a valóságban. Még rá kell egyet izomból izért tenned. Mondjuk eszek egy izét, miért már, gyerekek? Oké, a stressz, meg a kocsiból majd cigizünk. Jó, ezt lekapcsolom a villanyt, azt nagyon gyorsan ellibbenünk akkor a városba. Basszus, már várjon, be vagyok feledkezve, hogy merre is kell menni, komolyan mondom. Ó, a kanna! Ferike már szerintem így dörzsölte a markát, hogy ma milyen a kannát meg ott adja. Kanna, sőt el is rakom. Oké. Azért alakul, gyerekek, a Verda, de vannak egy-két olyan hiba, ami nekem ilyen olyan hiba, hogy nem fogok vele tudni mit kezdeni, hogyha nem segítetek. Hogy, ja, közben megbeszéljük, utazás közben, jó srácok, komoly hibák vannak. És ezeket gyorsan elsorolom, úgyhogy léci, figyeljetek, és segítsetek, ha úgy van, jó? Na, viszont nagyon gyorsan teperünk. Jó, rengen 80. Ennél jobb időzítés nem lehet. Kanna nálunk van, pénz van nálunk. Tettünk-e pénz, gyerekek? Vettetek ki a persejből? Vettünk ki? Aztán tényleg egy ilyen ordinára gyorsan kellene a városba érni. Azért annyira nem, hogy meghalljunk. Nem kötöttem be magam, én hülye megint. No probléma, ezt így akartam. Aj, de jó, hogy kiment. Olyan jobb el tudok adni egyébként. Most izé volt. Felike megint dörzsölt a tegyenét. Pont, tegnap mondta, hogy... A... Bízott a vonatba, hogy elült. De aztán éppen időben észrevettem, lassítottam. Mekkora egy izé, mekkora egy szemet, mi? A szemet láda. Jó, bekötöttük magunkat. Most egyből majdnem meg is haltam instant. Jó, hát nem is tudom mennyi, 3/4 órája mehet talán a gameplay. Nagyon gyorsan elkecserünk a városba, max mentünk ott. Vagy lehet, hogy azért visszaérünk, nem tudom, hogy mi lesz. Benzint kell vennünk mindenképpen. Meg hú, remélem, hogy nem kell más. Mármint, hogy azon agyalok, hogy nehogy az legyen, hogy valamit kell még venni a kocsihoz, hogy működjön. De írtátok volna biztos, mert ugye az utolsó nap már nagyon nem lesz időnk arra. A következő részbe basszus, ugye el kell jutnunk a városba. Mit gondoltok, sikerülni fog? Ugye itt kell nyom... Ne, ezt hiányzott, bazd, ez hiányzott.
Ez köllött most nekem, komolyan mondom. Ez köllött, mint szar a zsebbe, basszus. Hát nem hiszlek el, testvérem. Még az időjárás is ellenőrül a srácok. Csak nehogy jöjjön valaki, azt elüssem. Azt, ha sítre kerülnénk, akkor nem igen fogom a... Nem fogok a városba bejutni. Itt progresszív gameplayt ígértem, hát abban azért van részletek most, nem srácok? Azért van haladási. Elvileg itt kell jobbra mennem majd. Te hallod, én nem is lát. Jézus gyerekek. Külső nézetet kéne erőltetni, de az meg azt mondjátok, csitelek. Úgyhogy az direkt azért nem. Csak nehogy valami baleset érjen, mert az a baj, hogy oké, hogy rohanni kell az idővel, de hogyha mondjuk meghalok, vagy akármi, akkor onnan úgyis iszonyat nagy bukta van. Azt, hogy csúszik az út, elmondom nektek. Jobbra tekertem a kormányt, mentünk egyenesen. Hú, mekkora lag volt. Itt mindig lag van egyébként nekem. Itt lehet, hogy így mindenkinek. Ja, arra figyeljünk, hogy szembeforgalom, nehogy meghalljunk, ilyesmi. Fontos. Ezt meg kiúzatjuk 130-ig, srácok. Csak nehogy szembe csattanjak valakivel. Hátulról valószínűleg nem nagyon fognak megelőzni ezzel a sebességet, de... Nem hiszed el, bazza. Nem is megyek át a túloldalra. Csak nehogy pont akkor előzzem, mert ugye ezek előznek is. Meg ezek is... Júj, basszus, miért csúszik az autót el? Ezek is tudnak ugye hibázni, hogy össze-vissza mennek néha, tudjátok. Ilyen hülyeségeket csinálnak. Most simán benne a paklipba. Nem merek átmenni a túloldalra, nem látok rendesen. Szembe jön valaki 130-al. Ezt fölcsattanok rá, akkor vége van a bulinak, gyerekek. Úgyhogy olyan koncentrációban vagyok, ennyire még soha nem voltam tényleg. Jött egy ilyen turbódízel, valahogy húzta a csikot. Nagyon-nagyon rá vagyunk. Nagyon szopó roller van, gyerekek. Azt mondtam, hogy rágyújtunk cigire. Nem merek, esküszöm. Uff, Istenem. Mennyivel mehetünk, nem tudom mennyivel megyünk. De hát rohadt gyorsan megyünk egyébként, csak nem nagyon tűnik annak. Ilyen 120-szal mentünk, most ugye leszálltam a gázra. A kiló 20-szal itten veretjük neki, gyerekek. Félkézzel meg szívjuk a cigit. Jön szembe valami. Végre legalább van látunk valamit, nem? Én már annak is örülök, gyerekek. Itt egy nagy kanyar jön. Bazzere, ne. Rendesen csúszik a hátulja a kanyarban ennek a kotlának, hát majdnem megdöglöttünk, gyerekek, nem kellett sok hozzá, higgyétek el. Néha olyan furcsán viselkedik az autó, hogy mint hogyha elkezdene így himbálózni, nem tudom, az miért csinálja. Veszélyes kijönni egyébként otthonról, veszélyesebb a játékban, tehát halál komoly. Veszélyesebb az is, mint egy Call of Duty-ba. Vagy egy Battlefield-be. Hát ez tényleg mindenféle túlzás nélkül mondom. Mi van ott a földön bal oldalad? Ki kéne, valami fűcsomó volt csak? Gyerekek, ilyen 120-szal jövünk ám, veretjük végig, mint az őrültek. Kéne lassítani. És gondolom, nyomsz egy satut. Olyan, gyerekek azok az 1%-os gumikkal egyáltalán elérek én a... Elérek én majd a városba? Mit szóltok ehhez? Jó, itt már nagyon nem tudsz ütközni, csak nem van, jönnek ezek a hülye NPC-k, vagy pedig a busz, ugye? Aha, itt vannak az NPC-k pont. Ja, azok se... Jó lenne, hogyha nem ütnének el, vagy valami ilyesmi. Itt nyomják a vizet, poppot.
Nem mondjátok, hogy egy koraszálassal van most a csávó. És 120-as? Tök jó néznek ki egyébként, nagyon jó. Ah, várjatok, mit akartam? Mondjátok, hogy nálam van a kanna. Meg lehetőleg ne dízzelt rakjak bele. Ne! Ne, 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 ne. Nincs írva még a bolt. Hány óra? 10-kor nyit. Hú, hirtelen most arra asszociáltam, hogy bezárt, vagy valami ilyesmi. Mondom, akkor vége bulinak, gyerekek. Jó, nyugalom. 10 órakor nyit. Semmi gond, semmi gond, semmi gond. Meg ezekkel nehogy balhézzak, vagy valami. Nem mondod még csaj... Ki ez a kibaszott idióta? Cégizik van a nőben. De nézzétek, milyen mangas felnik vannak, olyan, mint a Homola Zolinak a izéjén, a mi az, Volgáján. Öcsém. Hű, veszélyes az a munka, gyerekek. Hé, hey, ott a járművem! Nem, cseszik el. Csávó, bazze! Nehogy nekem jöjjön, vagy valami. Az belökte a izébe a sustyásból járműbe, mert... Nem merek kimenni, elütnek a... vérbe ezek gyerekek. Hú, ez meg ott. Ember, menjél francba! Belökte basszus a izébe, a járművemet a susnyába. Hát nem hiszem, hogy ilyen szerencsés, hogy gyerekek izébe kell mennem. Fedezékbe kell menni, mert jó, hogy nem fölborította. Bazze. Hát rendesen fosok, komolyan mondom, hát ez mi ezek az állatok? Te Isten, ezt meg beleküldte ide. Ez jön vissza, megint szól a zene. Hát bazze, ha nem megy ki innen, az meg igen jó lesz. De jó, oké. Hát... Én nem hiszem a gyerek, komolyan mondom. Nyíljon már ki az üzlet, vagy valami legyen ma. Hát... Öcsém! Veszélyes móka van itt. Fussunk bazze! Fedezékbe, gyerekek! Oké, okay, nyitva van, jó, akkor lehet tankolt. De ma megint itt dualkodnak, gyerekek, e fognak ütni, én annyira ismerem magam. Hallom a zenét. Sőt, az autó egyre hangosabban. A rohadt élet. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek, komolyan. Ezt nem hiszem el, bassz. Elütnek, meghalok, csácsom, én érted. Na. Nézzük át, nem-e vitt valami nem kell-e. Égszí, jó, az... Fú, gyerekek, én ebből veszek, mert lehet, hogy kiburogatom, félek. Üttőfolyadékot is lehet, hogy el fog folyni. Semmi más nincs, akkor elvileg szerintem jó lesz ma. Mondjátok, hogy... Mit te dumálsz itt, csávó? Jó. Kyllä kaliaa pitää silti saa. Olkaa se nyt minun kannalta. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Menni kell haza, gyerekek, ezerre. És egy darab részünk van, egy darab részünk, srácok. Jó, irányba állítottam. Hol a kanna?
Ott hagytam a kannát, baze. Nem mondod, hogy ott hagytam a kannát. Új, baze, holott. Szerintem már így ízeltetek, és fogtátok a fejeteket. Várja, egyáltalán lecsuktam a tetejét. Le. Bár fogtátok a fejeteket, tudom. Mi egyedek így. Kanna meg egy néz, aztán távolodok. Az a baj, erre mentek azok a huligánok, nehogy valami baj legyen velük, gyerekek, arra is kell figyelni. Mert az ember urantó... Az se lesz nekünk jó. Oké. Okay. Bazen a hülye gyerek majdnem ott hagyta a kannát. Jó, hazamegyünk, oké? Okay? Szerintem belefér azért mennyi, hogy egy óra 10 percbe, vagy mennyi lesz az már. Itt azért okosan kell kimennünk. Ja, egy olyan 10 óra van, egyébként nem rossz. A következő részbe kell ugye lehozni a kocsit. Annyira nem rossz. Na, akkor elsorolom, hogy miben segítsetek, légy szíves, jó? De közben rohadtul figyeljünk, hogy... Ne! Kidobtam a shopping bagot. Ott rohadjon meg, mi volt benn? Kidobtam a shopping bagot. Komolyan. Megvan az izé, a gázolaj meg... vagy a... Benzin az megvan. Jó, nem baj. Kidobtam az acskót. Kiesett a kocsiból. Fú. Na, akkor abba segítsetek, gyerekek, légy szíves. Egy. A féltengelyek miért nem mennek fel? Kettő. A váltónak van egy ilyen fedele oldalt. Tudjátok, ott, ahol van az a lentkerék, meg a kuplung. Az a felé se akar felmenni. Az miért nem megy fel? És a kormányoszlop miért nem megy be? Srácok, ezeket meg ugye a kormányösszekötő, meg a kormányrudozat. Ezek miért nem mennek be? Ezt írjátok meg, légy, hogy segítsetek, mert a következő részben nem fog ekkor összejönni ez az egész projekt. Nagyon megköszönöm, nem tudom mennyibe megyünk. Jó, 140, ne! Ne! Gyerekek, ne! Ne, 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 nem látok. Csak most nem, nincs időm legnézni. Basszus, most jött volna szembe, akkor vége lett volna, mert kanyarodik az út, hogy rohagy meg. Jézus, 140-nél! Elkezd szakadni az eső megint. Hát, most mondjátok, hogy nem vagyok retteltesen szerencsétlen. Mondjátok. Hú, basszus, arra sem emlékszem, hol kell befordulnunk majd. Halál, komolyan. Most még nem esik. Ott brogy meg. Meghagyom azt a ablaktörlőt komolyan, mert szerintem még fog esni. Ilyen bemegyünk ilyen felhőkbe, meg kijövünk belőlük. Na megint már 120-ra felkapcsoltam. Has itt a gép, gyerekek, nagyon. Ugye nem emlékszem, hogy hol kell kimenni, de szerintem a következőnél, nem srácok? Tudom, idegesítő ez. Jó, kikapcsolom. Figyeld meg, hogy akkor meg izé lesz. Ilyen, jó, attól félek egyébként, mert ott van, pontosan ott van az ablaktörlő, pontosan ott van, ahol a kézifék, hogy ilyen rántok itt egy kéziféket, aztán megyünk be, érted az izébe, a fenyőerdőbe. Ilyen ezeket gyerekek, amit láttatok a videóban, segítsetek, hogy ezek az alkatrészek miért nem mennek be, azok, akik így ismerik ezt a játékot, jó? Segítsenek. Nem nézek róla a tutorial videót, mert az csalásnak minősülne. Látjátok, hogy szívok mindennel. Tényleg nem nézek abszolút videót. Magamnak is egy csalódás lenne, hogyha így csalnék, vagy igazából annak mi értelme úgy nyerni, érted, hogyha csalsz. Én soha nem értettem. Sőt, még single playerbe sem szoktam saját magamnak csalni, mert ott is van egy part, ezeket mind át kéne nézni. Nem szoktam csalni, mert konkrétan saját magadtól veszed el az örömöt, mert ugye a sikerélmény azért kapod, hogyha valamit elérsz, de hogyha az csalással éred, akkor milyen sikerélmény az, érted? Na, akkor itt egy balos, aztán utána meg majd egy jobbos, ugye? Jól emlékszem. Már nagyjából megtanuljuk ezt a mapot. Arra figyeljük, hogy nehogy a kuzinnal találkozzunk, tudjátok, jön azzal a hülye kis polszkival. Be van rúgva. Ja, itt kéne szippantani, azért ott villog ezerrel. Ezek a szippantos munkák, ezek így megmaradnak? Mert akkor, hogyha a következő rész után rálunk, aztán keresünk egy csomó pénzt,
És arra gondoltam, hogy a kocsit akkor fel kéne ilyen maxos tuningra csinálni azért. Tényleg így megvenni rá mindent. Kicsit azért próbálok ám óvatos lenni, hogy nehogy megdögöljünk. Akármennyire is sietünk, azért az eléggé visszavetne minket, hogyha a városba gyalog indulnánk, nem? Érted? Itt kell egy jobbos nyomni. Oké. Okay. Vissza kettő. Ez az. Rárugni a gázra. Aztán alig indul el. Valamikor meg úgy rúg, mint a disztó gyerek. Nézd meg, felhő megy, aztán árnyéka van. Hosszú vonatsineken. A vonat ne jöjjön tovább. És tényleg ilyen árnyékok mennek fölöttünk, szerintem ezek az esőfelhők. Pont előtte vagyunk, mert így oldalról kaptuk. De pont ott hagytuk. És azt hiszem még lesz egy jobb... Nem, hát majd hazaérünk, jó. Meg kéne nézni a számlákat, nincsen valami, nehogy az legyen, hogy az utolsó nap kikötik a villany vagy valami. Aztán nem tudunk dolgozni, vagy bármi ilyesmi történik, srácok. És tök durva, hogy pont péntekre fogja ez megtörténni. Na nézzetek, hogy csütörtök van, és igazából pénteken lesz. Pont tényleg az és ráadásul az ötödik napon is fogjuk... mert ugye hétfőn kezdődik a játék, de ugye újra kezdtük. És emiatt az ötödik napon fogjuk levinni a Verdát. Az a lényeg, hogy saját lábon a városba, a bolt elé. Ez a fogadásnak a tárgya. Gyerekek, úgy tekerem a kormányt, hallod? Valaki ülne az anyóson, fogait kiverném a könyökembe. Júj! Júj! Hát mi csoda dolog? Na. Jó, erre a kocsira nem is lesz már szükségünk, úgyhogy úgy vágodok be, ahogy akarok. Állj! Stoj! Kirakjuk üresbe. Most ezt jó beleugrattam ide, mi? Megint szemlethetek, hogy kijöjjön. Megnézzük, mi a helyzet. Mi van itt? Rendőr. Jó, a rendőrt kifizetjük. Meg a izé van a PC számítógépes, azt meg ott behagyom egyelőre, nem kell most. De meg lehet, hogy nem fogunk tudni kijönni. De igen, mert átsó kerekes, és az uton volt a kerék, az még szerencse. Na, van üzemanyagunk is, srácok, úgyhogy akkor jók vagyunk. Meg szerintem még időben is vagyunk, egész jó sikerült, nem? Kb. Egy órája kezdhettük a gameplayt. De nem akarom őket elhúzni, hogy nehogy azt mondjátok, hogy oh, oké, hogy ott részről volt szó, de nem arról volt szó, hogy egy rész az 3 órába telik. Ez szerintem így még simán belefér, még egy kicsit lehet, hogy fogok itt még ténykedni, nagyon gyorsan. Mert szerintem még nem vagyunk túl, nem nagyon vagyunk túl mindenen. Ezt hogy kell leengedni, vagy hogy az anyámba? Ezt hogy kell, gyerekek? Hát ez tekernyi kéne, vagy valami. Csörög a telefonom. Stilőleg valahogy már megint. Hé, ne, apám megkért, hogy hívjalak, csatornánk tele van, csak apu részeg. Bazen, már hárman szippantós melót vállalnám, nem tudom. Annyit segítenétek még, hogy írjátok meg, Léci, hogy a szippantós autóba konkrétan... Ezt is még jól lenne bevigyezteni. Még bele kellene valamit. Viszont ki kéne pakolnom. Bazen, eldobtam a izét, a reklámszajtrot. Komolyan. Majd vegyünk, akkor fölvesszük valamikor, amikor több időnk van. Most nem akartam azzal tökölni. És mi volt abba? A izé volt benne csak. Csak az olaj. A fékolaj. Nem tudom, mennyi fékolajat vettünk, 2, hogy kicsit óvatosan kell majd vele válni, bár van kézifékünk, ugye. Igen, a kipufogót meg kéne lesni, hogy melyik vége, melyik. Aha, ez a csonk. Hoz megy. Úgyhogy akkor valahogy ezt meg kéne pördíteni. Nem tudom, hogy mondjuk azt számít-e. És akkor ezt lehet, hogy még meg kéne próbálnom így behelyezni. Nem tudom, hogy hova kell. Vagy a csonkhoz szeretné-e, hogy mutassam. Vagy pedig alá, vagy hova. Ez megint én utálom ezeket a pixelvadászatokat egyébként, gyerekek, ebben a játékban, hogy ez miért nem lehetett egy kicsit nagyobb ilyen hitboxokat csinálni, pedig azt hiszem még egy módot is sikerült fölvezényelnem, hogy ez ne legyen olyan beszélés. Egyébként mi a lukott? És hol van a öttel övlő, látod? Hát oda kellene ugye vigyezteni, de hát... Igen, és azt a felét. De hát szerintem tök mindegy, melyik felét rakom, hova.
A levemlőhöz kellene, hát az annál jobban már nem tudom oda rakni. Nem hiszem, hogy a kipufogódobbal kellene kezdeni. Ja, ez egy kicsit problém, hogy így szenvedni kell ezzel. Hogy lehet, hogy teljesen így alá kell. Hát ezt így kéne berakni konkrétan, pont. Ah! És konkrétan be is raktam az. Na, a leömlőnél, sorokat meg kéne húzni. Ja, még az is így fönn, a szíj, a szíjat azt meg kellene próbálnom még. Nem tudom, tényleg nem túl hosszú ez a rész? Fogalmam sincs tényleg ám. Stilőnyeg. Kettő csavar. És alatta nincs is csavar, így fogja a kifufogó, az egész kifufogó rendszert a leömlőnél a izé. Csonk. Ez elég vad azért, nem? Fölrakjuk a dobot is. Egyébként lehet, hogy elmenne anélkül is. Nem két. Várjátok, belelátok a motorba, meg kell nézni most, hogy tényleg dugatjuk, meg az egyik az kuka. Most ez valahogy komoly. Nem látom, hogy kuka lenne. Kuka? Hát azért nagyon rendes az a játék, hogy így annyira nem is látszik rajta, aztán kuki-buki. Amit akartam, kipufogó dob. Ugye azt akkor még akartuk. Még basszus, valamit akartam, csak elfelejtettem. De mit? Melyik oldal van a kipufogója, gyerekek? Hopp! Hopp, ennek annyira örülsz, ez a pipát meglátod, akkor egy csoda történik, gyerekek, ebben a játékban, komolyan mondom. Ez a legjobb dolog, amikor meglátod ezt a pipát. A pipa egy nem rossz dolog, ugye? Ezt az idősebb férfi nézőink el tudják mondani. Oda, tiszta rozsda ez az autó egyébként. Ja, mit akartam? Valamit akartam ott elől. De mit akartam, gyerekek? Annyira itt akartam valamit. Ja, a generátort. Ez a generátor, ez feladta a leckét. Ugye mondtátok, hogy ezzel van probléma, hogy a generátort meg kéne lazítanom, és akkor utána tudnám mozgatni kézzel. Azt írtátok, úgyhogy az tök nagy segítség, már az már alapba. Egy hatos kulcs kellene, szerintem semmi más, és akkor kézzel tudom mozgatni. Ezen is túl kéne esnünk, mert különben nem fog összejönni a móka. És mit csinálsz? Mégse hatos? Ugye ez mi volt? Ez csavarhúzós volt? Lehet, hogy csavarhúzós volt. Ó, Istenem! Ja, hatosnak írja ugye a csavarhúzósokat is. Na, kilazítottuk, ugye? És akkor mondtátok, hogy most ezt üzéljem, így. De vált csak ilyen kézre. Aha. És akkor ezt így tudod, bazze. Há, gyerekek. Ó! Ja, meg a kábelezést, azt is segítsetek. Nem már, mindenki szivattyúzni akar. Jó, nem baj, hogyha nem szivattyúzom ezeknek ki? Mi lesz, gyerekek? Nem ám az lesz, hogy itt megtébolyodnak teljes mértékben. Na várj, hol a szíj? Egyébként, ja, a kaszni elemeket is föl kell szórnom. Hú, bazzag, lesz munkánk a következő részben. Viszont a következő részben már tényleg ugye egész végig tudunk azzal foglalkozni, hogy összerakjuk a gépet. Meg eljutunk odáig, úgyhogy tényleg csak annyi lesz. Na, itt most aztán, gyerekek. Azt nem mondjátok, hogy már megint nem jó. A gyerekek, ettől kapok agyergörcsöt, ettől a szíjtől. Végre, basz. Komolyan, köszönöm szépen, gyerekek. De légy, segítsetek, mert különben nem fogom tudni megvalósítani a dolgokat. Ezt mennyire kell meghúznom? Igen, ennyi a max, amit tudok. Az jó dolog. Az jó dolog. A jó dolog. Jó, ez is megvan. Akkor igazából mondhatni megvan minden. Akkor segítsetek, gyerekek, annyit még elmondok, jó? Igazából már úgyse tevékenykedek más. Katalógusban egyébként nincsen valami olyan, amelyik... Amit itt... ilyeneket lehet venni? Nem is tudtam. Meg ilyen üléshúzatokat. Úristen, ezt meg se résztem eddig. Meg mély nyomót. Meg izét. Apró kavics kipufogót. Gyerekek, figyeld!
Szerszámkészletet lehet venni. Krovát. Nitro System. Passzus, ilyeneket? Ültető cucc. Nem mondod, én ezt nem is néztem eddig, ez rohadt jó. Gyerekek, ebben a játékban van potenciál, és fogunk is játszani vele sokat. Na, kormányösszekötők miért nem mennek be, gyerekek? Annyit írjatok meg, hogy a kormányösszekötő miért nem megy be, meg a két oldali, ezt minek nevedik? Kormányrudazat miért nem megy be, maga a féltengelyek, meg miért nem mennek be maga a kormánymű, miért nem megy be, gyerekek? Mert az is itt ugye akarja a jogot. De azt a hiába kattintom be, nem történik semmi, srácok. Amit láttok itt, meg a izé fontos még. A vezeték, hogy a vezeték miért nem megy be? Léci, ezeket írjátok meg, srácok, azt akkor így nagyjából akkor egybe vagyunk szerintem. Azok nem olyan fontosak, ugye, design elemek. A lámpákat esetleg beszórhatjuk majd, meg a kaszni elemeket azért földobhatjuk. Más szerintem egyelőre nagyon nem fontos. Reméljük, hogy az aksi. Egyébként lehet, hogy azért nem ment be, mert nincs az aksi fönt. Azért én ezt kinézem a játékból, srácok, hogy nem raktam be az akkumulátort. Hova kell az aksi? Hol az aksinek a helye? Nem az volt, hogy ide kell az aksi helye, és azért nem ment be? Sőt, én most ezt... Fú, ezt megpróbálom, mert én úgy érzem, hogy... Ez lehet, hogy ráhibáztunk. Ott az aksi helye. És én gyanítom, hogy az azért nem ment be, mert az hiányzott. Rápróbálok, ha nem sikerül, akkor írjátok meg, léci. Nem bazd, ez nem megy be. Most bement? Nagy francokat, ott van alatta, figyeld. Na, jó, oké, gyerekek. Írjátok meg, mert következő részben le kell szállítani Verdát. Lábon, ugye, a városban. Ha ez nem jön össze, akkor bukon kötezret. Hogyha összejön, akkor Ferikétől és Tamástól is kapunk 5-5000-et, amit kisorsolok. Formájába, gyerekek. Steam kulcsok formájába. Valószínűleg, hogy My Summer Car, vagy esetleg My Village. Majd írjátok meg esetleg, hogy mit szeretnétek. De komolyan írjátok meg, mert akkor olyat fogom kisorsolni. Rajtam nem múlik semmi. Hát ez természetesen összejön. De szerintem össze kell jönni a gyerekek, ezt kell beszerelni, meg azokat kell beszerelni, meg be kell állítani esetleg egy-két dolgot. Meg írjátok meg, mire figyeljek. Egy rész van vissza, többet nem tudok jönni, többet nem tudunk kommunikálni. Szóval amit írtok ide, azt tudom hasznosítani. Nem tudok többet jönni, mert ugye a következő részben már... Az mi? Ez mi a fo... Ja, az a... Lehajtható valami. Ja, azzal már nem tudok mit csinálni, gyerekek. Úgyhogy légy szíves. Segítsetek, hozzuk össze. Próbáljuk meg közösen. Na, videót nem nézek róla. Sziasztok! Legyetek jók!